Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! A mai vasárnap, húsvét 5. vasárnapja van. Szeressétek egymást, és arról ismerjenek meg benneteket, hogy a tanítványaim vagytok, mondja Jézus, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Nagyon nagy kihívás ez, amit elénk állít a mi mesterünk. Arra kér minket, hogy legyünk mindig szeretettel egymás iránt. Akkor is, amikor a másik elviselhetetlen. Akkor is, amikor úgy érezzük, hogy a másik nem szeret minket. A szeretet evangéliumát kell sugározzuk magunkból. A békesség és az öröm, ami imádság közben átjárja a szívünket, képessé tesz arra, hogy tényleg oda tudjunk menni a másikhoz, és meg tudjuk neki mondani, szeretlek téged. Isten most a Szent Misében ezt mondja nekünk, szeretlek téged, gyermekem. Mi is szeressük egymást, s mutassunk példát ebben a szeretetben. A Szent Misét a kaposvári Szent Imre templomból közvetítjük. Varga László plébános atya mutatja be a Szent Misét. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen. És a Szent Lélek nevében. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Húsvét 5. vasárnapja van. Szeretettel köszöntöm azokat, akik a tévén keresztül fognak bekapcsolódni ebbe a szentmisébe, és természetesen mindenkit, aki személyesen itt jelen van és bekapcsolódik a szentmisébe. Hogy tiszta lélekkel ünnepelhessük az Úr Jézus Krisztust, aki összegyűjtött minket, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg minden bűnünket. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk, mert vétkeztünk ellened. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat, és add meg nekünk az üdvösséget. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vedessen minket az örök életre. Amen. Dicsőség a magasságban Istennek. Thank you.
Istenünk, Te megváltottál és gyermekeiddé fogadtál bennünket. Tekints jóságosan szeretett fiaidra, és vedess el minket, Krisztusban hívőket, az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben Pál és Barnabás útra keltek Derbébe. Ebben a városban is hirdették az evangéliumot, sok tanítványt szereztek. Majd visszafordultak Lisztrába, Ikóniumba és Antiohiába. Erőt öntöttek a tanítványok lelkébe, bátorították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert sok szorongattatás közepette kell bejutniuk az Isten országába. Az egyházak élére kézrátétellel előjárókat rendeltek, és imádkozva, böjtölve az Úr oltalmába ajánlották őket, akiben hittek. Áthaladva Pizidián, Pamfiliába jutottak, majd azután, hogy Pergében hirdették az Isten szavát, lementek Attáliába. Innen Antiohiába hajóztak, ahonnan annak idején elindultak. Isten kegyelmébe ajánlva, hogy teljesítsék azt a feladatot, amelyre elküldték őket. Mihelyt megérkeztek, összehívták az egyházat, elbeszélték mindazt, mit az új Isten tett általuk, s hogy a pogányok előtt is kitárta a hit kapuját. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.
Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked. Abban az időben, amikor az áruló Júdás kiment a teremből, Jézus beszélni kezdett. Most dicsőül meg az emberfia, s az Isten is megdicsőül benne. Ha Isten megdicsőül benne, Isten is megdicsőíti őt saját magában, sőt, hamarosan megdicsőíti. Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Ezek az evangélium igéi. Az első kérdés, ami megfogalmazódott bennem az evangélium kapcsán, ha kimegyünk ebből a templomból, vagy ki, ahol részt vesz a szentmisén, elhagyja a templomot, miről ismerik meg, hogy ő keresztény? Látszik-e rajta valami? Van, aki ennek külső jelét adja, valamilyen szimbólumot, jelet, hord magán, keresztet vagy kis halat, de Jézus más ismertető jelet kér tőlünk. Azt kéri, hogy arról ismerjenek meg titeket, hogy az enyémek vagytok, vagyis krisztusiak, a tanítványaim, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. És valami egészen újat mond, önmagát teszi meg a szeretet mércéjévé. Nem azt mondja, hogy szeressétek egymást úgy, ahogyan kedvetek van hozzá, ahogy a hangulatotok engedi, vagy ahogyan elvárják tőletek a szomszédok, vagy a munkatársak, vagy a családtagok. Egészen más mértéket állít elénk. Azt mondja, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Bár sokan azt mondják, hogy ez lehetetlen, én mégis nagyon örülök annak, hogy Jézus önmagát tette meg mércévé és mértékké, mert ez azt jelenti számomra, hogy van esélyem a szeretetben való növekedésre. Soha nem fogom elérni azt a mértéket és azt a mércét, ahogyan ő szeret engem vagy titeket, viszont a szeretetem növekedésének az iránya mindig adva van, és ha újra kezdek a szeretetben, akkor azt a mértéket, azt a mércét kell szemem előtt tartani, ahogyan Jézus szeretett téged, titeket vagy engem. Miben lehet a legkönnyebben megfogalmazni, vagy inkább így kérdezem, hogy mihez lehet legjobban kötni az isteni szeretet mércéjét, ami Krisztusban megmutatkozik? A zsinat, a II. Vatikáni zsinat úgy beszél a Szentmiséről, mint ami a keresztény élet forrása és csúcsa.
És azt gondolom, hogy itt a Szentmisén mutatja meg legjobban, legkézzelfoghatóbban a szeretet mértékét, a szeretet mércéjét Jézus számunkra. Nincs lehetőség arra, hogy ezt ebben a gazdagságában kibontsam, ahogyan egy szentmiséről beszélni kellene, de csak néhány pontot. Minden szentmisében megbocsátja a bűneinket. Úgy szeressétek egymást, mondja Jézus, ahogyan én szerettelek titeket. Ha a keresztényeket, a keresztény családokat, a templomba járókat arról lehet megismerni, hogy megbocsátanak egymásnak 70-szer-7-szer, ahogyan Jézus nem is 70-szer-7-szer, már sok milliószor megbocsátott nekem, akkor ha erről ismernek meg bennünket, akkor kezdjük azt a mértéket, azt a mércét megvalósítani, amit Jézus elénk él. Minden szentmisében megteríti nekünk az örömhír asztalát. Minden szentmisében beszél a jó hírről, az örömhírről, az evangéliumról Jézus, mégpedig a pap személyén keresztül. Úgy szeressétek egymást, ahogyan ő szeret minket. Vagyis vizsgáljátok meg a beszédeteket. Miről beszéltek, mikről beszéltek, és hányszor, hagyja el a szátokat az örömhír. Hányszor mertek beszélni a jó hírről? Hányszor mertek úgy megszólalni, hogy igen, ezt láttam, hallottam, de mit mond erről Jézus? Mit mond erről a Szentírás? Nem is tudjátok, mennyire szabadok vagytok. Senki nem veheti el tőletek ezt a szabadságot, hogy ami veletek történik, azt Jézus szemével, az ő tanításának a fényében vizsgáljátok. Ebben senki nem akadályozhat meg benneteket. És nem csak vizsgálni kell, hanem beszélni róla. Ahogyan ő megteríti az örömhír asztalát, és bőségesen adja ezt a táplálékot nekünk, terítsétek meg ti is örömhírrel ezt a várost. Beszéljetek róla, ne legyetek hallgató egyház. Szólaljatok meg, és ne azt mondjátok tovább, amit megcsócsál a médiumok tömege, és aztán mindenki tovább mondja a maga kénye kedve szerint. Az kevés, az nem örömhír, az csak hír. És elég képesnek tűnik sokszor. Az örömhír, Jézus tanítása soha nem fog elmúlni. Ég és föld elmúlik, azt mondja Jézus, de az én igéim soha el nem múlnak. Ismerjenek meg bennünket arról, hogy merünk beszélni az evangéliumról, a jó hírről. Minden szentmise áldozat, ebben a misében is áldozattá teszi magát Jézus értünk, szeretet áldozattá. Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, mondja Jézus. Legyetek kész arra, hogy áldozatot hozzatok, mégpedig nem kényszerből, nem számításból, nem érdekből, hanem szeretetből. Hozzatok áldozatot egymásért, tisztán szeretetből, mert Jézus így szeret bennünket. Minden szentmisében kiengesztelődünk egymással. Minden szentmisében megünnepeljük azt a békét, ami Krisztus békéje számunkra. És minden szentmise után ezt a kiengesztelődött békét kell továbbvinni. Jézus azt mondja, hogy úgy adom nektek, illetve nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja, de az én békémet adom nektek. És ennek a misének a végén is elhangzik, menjetek békével. De nem azt jelenti, hogy jaj, de jó, kicsit megnyugodtam. Volt egy órám, lenyugodtam, most aztán újra mehetek a dzsungelbe, és majd jövő vasárnap újra lenyugszom. De ez nem Krisztus békéje. Az a béke, amit ő kínál nekünk, az áldozatból és az egyesülésből fakadó béke. És itt, ha tanúi akartok lenni annak a szeretetnek, ahogyan ő szeret titeket, akkor legyetek az egység építői.
mert ő egyé válik mindegyikünkkel. Egyesül velünk, és azt akarja, hogy úgy legyünk egyek, ahogyan ő egy élet velünk. Erről kell tanúságot tenni. Ha igazán krisztusiak vagyunk, és a szívünket megérintette a jó hír, az örömhír, Jézus tanítása, akkor legyünk az egység emberei. Mindenhol, ahol megosztottság van, ahol széthúzás van, ahol ellenségeskedés van, legyen az a család, legyen az a munkahely, legyen az az egyházközség, vagy a társadalom, a keresztény ember az egység építője. És ez azzal jár, hogy áldozattá fognak tenni bennünket. Mert egységet erőszakkal nem lehet építeni. Semmilyen erőszakkal. Csak szeretettel. Új parancsot adott nekünk Jézus. Úgy kell szeretnünk egymást, ahogyan ő szeret bennünket. Nem mondhatod azt, hogy nem tudom megtenni, mert nem azt kérte, hogy mutasd meg, hogy meg tudod-e tenni. Nélkülem, mondja Jézus, semmit nem tehettek. Az felkínálja azt, hogy éld meg vele. Ő maga a szeretet, aki benned él, és ő vele kell megpróbálni úgy szeretni, ahogyan ő szeret téged és a többieket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Álljunk fel és valljuk meg a hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában. Az egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szent Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházát, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Könyörögjünk testvéreim a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki általunk akarja megmutatni szeretetét a világnak. Mennyei Atyánk, teremts bennünk tiszta szívet, hogy feltétel nélkül tudjuk szeretni fele barátainkat. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Mennyei Atyánk, taníts bennünket arra, hogy szabadon és nagylelkűen ajánljuk fel életünket Isten és az emberek szolgálatára. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Kérlek Istenem, szeresd azokat is, akik nem hisznek benned, és add meg nekik a lehetőséget, hogy keressenek és megtaláljanak téged. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, Uram, hogy parancsodnak eleget téve úgy tudjuk szeretni egymást, ahogy te szeretsz minket. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Áld meg Szent Atyánkat, püspökeinket, papjainkat, szerzeteseinket, s mindazokat, akik feltétel nélkül neked szentelték életüket. Adj nekik erőt, örömöt, hogy mindig a te szereteted és jelenléted tanúi lehessenek. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk Jézus Krisztus, te megdicsőítetted mennyei atyádat, szeretetből vállalt áldozatoddal. Add, hogy közös áldozatbemutatásunkból erőt merítve, folytassuk tovább szereteted művét a világon, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Thank you.
imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Istenünk, Te a csodálatos csere által, amely ebben az áldozatban megvalósul, isteni életed részeseivé tettél minket. Azt kérünk, hogy az így megismert igazságot méltó élettel meg is valósítsuk. Krisztus, a mi Úrunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Ő szüntelenül felajánlja értünk életét, és színed előtt állandóan pártfogol minket. Feláldozva önmagát nem hal meg soha többé, halálában lett örökkön élő áldozat. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre. A nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, és hittel valljuk fel támadásodat, amíg el nem jössz.
Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Béla püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk. Ezért nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség mindenkor. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj,
hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Thank you.
könyörögjünk. Kérünk, Istenünk, légy irgalmas a Te népedhez, és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vedess át a régiből az új életbe, Krisztus, a mi Urunk által. A következőket hirdetjük. Hétfőn este 6 órától a Szentségimádó csoportnak lesz megbeszélés a plébánián, ugyancsak hétfőtől az esti szentmiség 19 órakor kezdődnek, egészen augusztus végéig. Szerdán, május 1-én 15 órakor a Szent József templomtól élő rózsafüzér indul. Városunk megújulásáért, megtéréséért imádkozunk. Szeretettel hívok és buzdítok mindenkit, hogy kapcsolódjon be ebbe az imába. A résztvevők a Szent Margit templomhoz érkeznek vissza, ahol este 6 órakor zenés evangelizációval és közös szentmisével folytatjuk Isten dicsőítését. Csütörtökön az esti szentmisében folytatjuk a hit és szenvedés sorozatot. Az elmélkedés címe az igazság személy és nem elképzelés. Május hónapban az esti szentmiség előtt fél órával litániát végzünk a szűzanya tiszteletére. Pénteken első péntek, este 7 órakor is lesz szentmise. Jövő vasárnap a szentmiség előtt és után várja szeretett szolgálatunk adományaitokat. Elsősorban tejet, szárazbabot és cukrot várunk köszönettel. Jövő vasárnap a 9 órai szentmisében köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat, és azokat, akik májusban ünneplik a születésnapjukat. Az idei pünkösdi programot 9 imádkozásával készítjük elő. Az imalánc 9 napon át folyamatosan tart. Mindenki egy-egy órát vállalhat, melyet bárhol és bárhogyan elvégezhet. Az elhivatottak több órát is vállalhatnak. Jelentkezni a vasárnapi misék után a sekrestében, nyitvatartási időben az irodában lehet. Napi ima szándékotokat pénteken, a plakátokon és a szórólapokon olvashatjátok. Szeptembertől ifjúsági hittanos csoportot indítunk, ahol a bérmálkodásra való felkészülés mellett a Krisztus követésben is szeretnénk segíteni a fiatalokat. Kérjük azokat a 7.-8. osztályosokat, akik jelentkezni szeretnének, hogy legkésőbb május 24-éig adják le a kitöltött jelentkezési lapot az irodában vagy a sekrestében. Szórólapokat, ami tartalmazza a jelentkezési lapot is, a hirdető táblánál elhelyezett tartóban találtok. A Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium és Általános Iskola papírgyűjtés szervez május 13-án hétfőn 6 óra 30 és 14 óra között az Árda utcában. Lehet hozni újságpapírt, könyveket, kartondobozokat. 1 kg papír 16 forintot ér. Az újságpapírt le lehet adni a sekrestjében is. Május hónapban 2 film is lesz a Szivárvány Kultúrpalota műsorán, ami keresztény értékeket közvetít. A Fatima a 13. napon című játékfilm, illetve a lenyűgöző látványvilágú Malom és Kereszt című alkotás. Részletek a filmekről a hirdető táblán olvashatók. A Szent Imre Alapítvány egész nyáron tartalmas táborokra várja a 6 és 12 éves közötti gyerekeket. Részletes program a www.sziacsalád.hu honlapon olvasható. További részleteket a hirdető táblán, illetve a kijáratnál elhelyezett tartóban és az irodában jelentkezési lap is található. És még 2 hirdetés. A mise után a Sárvárra menő ministránsoknak és szüleiknek megbeszélés lesz az oldalbejáratnál. És segítséget kérünk a szentségimádásban jövő vasárnap délután 4 órától 5 óráig. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.
a szentmise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Senki sem szeret jobban, mint aki életét adja barátaiért, mondja Jézus. A mai nap Gianna Beretta Mollára, a szent édesanyára is emlékezünk, aki életét adta gyermekéért. Valóban igent kell mondanunk arra a szeretetre, amely mindent felölel. Abban a korban, amikor olyan nehezen mondanak igent az életre, nekem már több gyermek nem kell, mondják az emberek. Arra az édesanyára is emlékezünk, aki életét adta azért, hogy gyermeke világra jöjjön. Vajon képesek vagyunk-e mi is ekkora szeretetre? A saját erőnkből egész biztosan nem. A Szentlélek öröme és békéje azonban segít, hogy igent tudjunk mondani az életre. Hogy a szeretet eltöltsön mindannyiunkat. Kérjük Istentől, hogy úgy tudjuk szeretni egymást, hogy arról fölismerjék, valóban Jézus tanítványai vagyunk. A szentmisét a kaposvári Szent Imre templomból közvetítettük. Varga László plébános atya mutatta be a szentmisét. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.